úgy gondoltam, hogy rendesen fölkészült, és hát úgy is tűnt. Aztán történt, ami történt, harcoltunk. Nem Becenév a Tigris, hanem a Kalákának a Jön a Tigris című dalát választottam bevonuló zenének. Számítottál arra, hogy ennyire gyors lesz a győzelem? Nem. Úgy gondoltam, hogy ez küzdős lesz, és harcos meccs lesz a Zolival. Hát én úgy gondoltam, hogy ő rendesen fölkészült, és hát úgy is tűnt. Aztán történt, ami történt, harcoltunk. Mi lehetett az előnyöd vele szemben? Gyorsabbnak éreztem magam, meg hát talán a vérem. Az talán... Én ezt most nagyon élveztem. Bent lenni, meg bemenni, meg ott látni a testvéreim szemét, a barátaim szemét, és szólt közben a zene. Wow! Nagy volt. A Tigris Becenév az honnan van? Nem Becenév a Tigris, hanem a Kalákának a Jön a Tigris című dalát választottam bevonuló zenének, amit aztán a Magyar Attila és a bandájával megrokkosítottunk, és én énekeltem fel. Igen, ez honnan jött? Nekem ilyen gyanús, hogy ez ugye egy gyerek zene. Igen. Ezt hallgatjátok? Hát ugye az unokahúgaim nagyon sokat hallgatták, és az unokaöcsém is, és hát én sokat voltam náluk, sokszor hallottuk, és akkor így, mikor gondolkodtunk, hogy mi lehetne, akkor gondoltam, hogy legyen ez egy részről. Másrészről meg ugye benne van az Eye of the Tiger, ugye az a Rocky talán. Ki tudja, de ez egyik ilyen bunyós filmben benne van. Ugye úgy néz ki most a mezőny, hogy Lümen Plara, Noszáj Sándor, Pulai Imre és te. E három közül kivel szeretnél leginkább megmérkőzni? Szerintem nem számít, hogy kivel szeretnék, vagy igazából mindegy is. Tehát, hogy akit kapunk, az arra föl kell készülni, és a legjobbat ki kell hozni. Nem tartasz semmelyiküktől sem? Mindegyiktől tartok, és egyiktől sem.